Szeretettel köszöntök mindenkit, aki délután is követ bennünket. Ezt hittem egy villámlás csapott. Ez van olyan téma, hogy a villámok cikázhatnak itt körülöttünk, de ez most éppen nem az volt, még lehet ma délután ilyen. És köszöntjük az interneten bennünket követő vendégeinket, testvéreinket, akiket érdekel az imádat témája. Nem tudom, hogy bárki véletlenül leírta ezeket az összetevőket. Ha igen, akkor jó. Amit most szeretnék kérni, az rendkívül fontos lesz majd a beszélgetés szempontjából, amit ezután, az már nem közvetítéses, de talán akkor jön a lényeg, hogy hogyan tudjuk lefordítani mindazt a saját gyülekezetünkre. Tehát nem az a kérésem, hogy azt írjátok, amit én mondok, vagy esetleg ami a táblára kerül, hanem ha van egy olyan gondolat, hogy az imádatnak ezt az összetevőjét, ami az igéből kiderül, hogyan tudjuk gyakorlati módon alkalmazni itt és most a mi gyülekezetünkre. Nagyban meg tudnál könnyíteni majd a beszélgetésünket, ha ilyen füllel hallgatnátok, vagy írnátok egy-egy gondolatot. 5 éves kislány imádkozik otthon szombat este. Drága Úr Jézus, olyan jó volt ma az Isten tiszteleten, kár, hogy te nem voltál ott. Kérdésünk az, ha az Úr van az Isten tiszteleten, akkor mi élvezzük-e? És ha mi élvezzük, nekünk tetszik, akkor ott van-e az Úr? Mi történik akkor, amikor emberek imádják az Urat? Olyan értelemben, ahogy erről délelőtt beszéltünk. Milyen történések vannak az imádatkor? Mi történt akkor, amikor egy sötét börtöncellában, ahol nem volt mellékhelyiség, nem volt világítás, nem volt hűtés sem fűtés, Pál és Sillás azt mondja, hogy ő itt, ebben a helyzetben imádni szeretné az Urat. Hálát adnak, imádkoznak, dicséretet énekelnek. Mi történt ettől az imádattól? Megmozdult a hely, a rácsok megnyíltak, földrengés volt, és a rabok kiszabadultak. Az imádat nem szórakozás. Az imádat nem műkedvelés. Nem egy kulturális esemény. Nem egy jó program. Hanem felszabadítja Isten hatalmát az életünkben, és olyan dolgok történnek, ami imádat nélkül soha nem történne meg. Vagy mondjunk egy más példát. Józsafát. Meghallja azt, hogy túlerőben van az ellenfél. Lehetetlen akkora hadsereget kiállítani Izraelből, hogy meg tudja állítani az ellenség nagy koalícióját, ami közeledik az ország felé. Ezért Józsafát azt gondolja, hogy ha nem tudja megoldani fegyverekkel, megoldja másképp. És kiküld egy nagy dicsőítő csapatot a harctérre. Nem tudom, kivállalná el, ha kapnánk egy ilyen missziót, a zuglói dicsőítő csapat kimegy Kelet-Ukrajnába, és megoldjuk a konfliktust azzal, ahogy imádjuk az Istent. Józsafát dicsőítő csapata elkezd énekelni, elkezd dicsőíteni Istent. Mi lett a következménye? Megnyerték a harcot. Pontosabban, amíg ők imádták az Istent, addig Isten megoldotta az ellenséget. Vagy mi történt akkor, amikor Ézsaiás imádta az Istent? Említettük ezt délelőtt. Meggyőzte Isten arról, nem csak arról, hogy ő tisztátalan, hanem arról is, hogy Isten megbocsátott neki, és felszabadította őt a szolgálatra. Elkezdődött talán a leghosszabb, legszebb profétai szolgálat, mert imádta az Istent. Lehet, hogy Ézsaiás nem lett volna, vagy nem lehetett volna az, aki lett, ha nem megy el úgy, akkor ott imádni az Istent.
Nos, éppen ezért föl kell tennem a kérdést, így van ez ma is? Hogy amikor Istent imádjuk, akkor felszabadul Isten ereje, és olyan dolgok történnek az életünkben, ami azelőtt nem, vagy amúgy nem? Mert ha nem, akkor nem az a megoldás, hogy Isten elveszítette az erejét, hanem valószínű, hogy mi egy programot követünk, és nem az Istent imádjuk. Az imádat az, ami ilyenkor történik, nem hagyományőrző műsor, nem egy kulturális est, nem skanzen, hogy lehet megőrizni a 70-es, 60-as éveknek az adventista kultúráját, van ilyen is, akik ezt fölvállalják, nagyon jó, mert így időutazásban vissza tudunk menni, és meg tudjuk nézni, hogy mi volt. Nem múzeum, és nem valamilyen folklór csoport, aki a keresztény néphagyományok vagy kultúrák bizonyos elemeit megőrzik. Ez mind szép, műkedvelőknek, de nem az imádat szempontjából. Az Isten tisztelet adja meg a gyülekezet életének a ritmusát és a gerincét. Ez különböztet meg bennünket a klubtól. Ha arról van szó, hogy itt vannak azok az emberek, akik ugyanazt szeretik énekelni, és azért vagyunk ebben a gyülekezetben, mert itt azt éneklik, amit mi szeretünk, ez klub. Ha azért vagyunk itt, mert itt a mi korosztályunk van, nem úgy, mint egy másik gyülekezetben, ahol nincs ott a mi korosztályunk, ez klub. Vagy ugyanazt a lelkiségi irányzatot követjük itt, amit mi szeretünk és értékelünk, ez még klub, mert mi a klub? Műkedvelők csoportja, azonos célokkal, ugyanazt teszik, de a gyülekezet nem klub. Az Isten egyháza nem klub, hanem az a hely, ahol Istent imádják, Isten hatalmát felszabadítja a gyülekezet és a személyes emberek életében. Egy nagy most élő egyház életet kutató személy, valószínűleg sokan ismeritek, a nevét George Barna, szerinte egy nagy kérdőívben a fiatal felnőttek több mint a fele nyilatkozta azt, hogy még soha nem tapasztalta meg Isten jelenlétét egy Isten tiszteleten. Tehát ezt vallották magukról. Ami nagyon érdekes. És ezért kell föltenni azt a kérdést, hogy az Isten tisztelet, ez egy program, vagy tapasztalat? Program, vagy egy tapasztalat? Ha másként mész el, ahogy jöttél, akkor tapasztalat és Isten tisztelet. Ha úgy megyünk el, ahogy jöttünk, akkor volt egy szép program, vagy még rosszabbul. Ilyen is lehet, jaj, megsértettek, jaj, rosszul néztek rám, nem köszönt nekem mindenki. Még programnak is gyenge volt, nemhogy tapasztalat. Ha nem tapasztalat, ha nem lüktető erő, ha nem személyes találkozás Istennel, akkor mitől lesz az? Attól, hogy mást énekelünk? Akkor ez az lesz? Másként kell prédikálni? Akkor az lesz. Másként kell részt venni benne? Egyáltalán részt kell venni benne? Vagy végig kell nézni? Vagy ilyen további kérdéseim vannak, és erre nem biztos, hogy mindegyikre tudom, vagy megtaláltam a választ. Kultúra függő az Isten tisztelet? Formája? Módja? Vagy van egy egyetemes idők és kultúrák feletti módja az Isten tiszteletnek, amit Isten látni akar? Ha van ilyen, akkor délelőtt elmondtuk, hogy mi az. Minden kultúrában Isten azt mondja, hogy lélekben zajlik, az Isten tiszteled a te életed, az Isten tisztelet Istenért van, az Isten tisztelet lényege
nem az, hogy mit kapsz, hanem mit adsz az Istennek. Te vagy a szereplő, Isten a közönség. Ebben idő feletti, kultúrák fölötti, de vajon nincs olyan eleme a liturgiának, Isten tiszteletnek, ami a kultúrából adódik? Az a zene, amit éneklünk, független attól a kultúrától, amelyikben élünk? Attól a nyelvtől, amit beszélünk? Ha a kultúra függő, akkor hogyha nem az, itt mennyire lenne más, ha hozzátennénk? Azután van egy másik kérdésem. Mennyire elképzelhető az, hogy a generációk együtt tudják Istent imádni, vagy ez teljesen elképzelhetetlen? Mert a fiatalok másként akarják és szeretik, az időseknek másként esik jól. Létezik-e egy olyan imádat, ahol minden generáció számára élő tapasztalat az Isten? Nos, miért nem értjük egymást az imádat kérdésében? Ha azt kérdezitek, hogy mi az, ami jelenleg a legtöbb vitát szül az egyházban, akkor ez van a második helyen. Az elsőt most nem mondom, de ez a második, hogy milyen liturgiát szeret az Isten, és nem értjük egymást. Nem értjük egymást, mert más generációk mást mondanak, másként szocializálódott adventisták másként mondanak, mást mondanak, máshol születettek, mást mondanak, a világ más részén teljesen mást gondolnak és mondanak, kinek van igaza, miért nem értjük egymást. Az első nagy görcs, amit említettem, amiről nem tudunk szabadulni, hogy igenis van az Isten tiszteletnek egy egyetemes, ihletett, Isten által előírt és elfogadott formája. Nem régi történet, van egy énekes könyvünk. Egy gyülekezetünkben hatalmas vita lett arról, hogy az egyetlen, egyetemes, elfogadott Istennek tetsző Isten tiszteleti liturgia az itt van az énekes könyvünknek a végén. Mindjárt megtaláljuk. Lehet, hogy éppen ebben nincs, mert ez egy ilyen újabb kiadás. És nem sikerült az egyház összes kézikönyvével meggyőzni, hogy a hetednapi adventista egyház nem ismer ilyet. Nincs. Egy egyetemes, ihletett, kinyilatkoztatott liturgiai rend. Ó, megvan. Megvan, itt van. Az a neve, hogy Isten tiszteleti rend. Minden tisztelet azoknak, akik ezt leírták, összeállították, történelem egy adott pontján, tényleg ez egy konszenzus teremtett, de menjünk el egy-két ország határral odébb, és másként van. Menjünk el egy kontinenssel odébb, és teljesen másként van, vagy egy másik égtájra, és harmadik féleképpen van, és az egyházban sokféleképpen van. Miért lehet sokféleképpen? Mert nincs egy egyetemes, ihletett, kinyilatkoztatott istentiszteleti forma. Azon kívül, amit elmondtunk délelőtt, ami az istentisztelet eleme. De nézzük meg az igéből mégis, hogy milyen súlypontok vannak, ami az istentisztelethez hozzátartozik. Ami az Istennek úgymond tetsző aspektusai az istentiszteletnek. És ezt négy pontban próbáljuk, vagy négy példán keresztül megnézni. Az egyik, hogy mi történt a Sínainál lévő istentisztelet, a templom istentisztelete, az ősi héber istentisztelet, az ünnepek és a zsinagóga rendszer. Nos, nézzük meg ezeket a pontokat, és azután ti mondjátok meg, hogy az istentiszteletnek melyik elemét fedezitek föl benne. Ketten szolgálunk. Na és benne van a történetben. Így születnek a lelkészek. Így van. Mi történik a Sínainál? Képzeljétek el, hogy ott vagyunk a Sínainál egy istentiszteleten. Mi az, amit láttok, mi az, amit hallotok?
kérem az elemeket. Egy-egy szót kérek csak. Egy szót. Hát az éppen nem volt, de annak hallatszó dolog, mert mennydörgést lehetett hallani. Füst, igen. Tűz is volt. Igen. Isten hangja megszólalt. Volt egy kis félelem is, igen. Megmozdult a hely. Igen. Még? Mi volt még? Ott voltak az emberek, nagyon jó. Hány százaléka ment oda a Sínai hegyhez? Mindenki. Tehát az Isten tiszteletnek, ha a Sínait nézzük, akkor mi tanulunk, hogy együtt. Tehát van egy közösség, nem egy része, nem egy kis mag, nem azt mondja, hogy Mózes, hogy gyertek el, akik föl tudtok ébredni, egy kis része, a többiek majd utólag, gyertek el. Mind együtt. Mi van még? Ki beszélt ebben az Isten tiszteletben? Zenészek, fületeket oda teszitek, akkor ki beszél? Kit hallotok beszélni az Isten tiszteleten? A Sínainál. Isten szólt, és még? Mózes. És még? És az angyalok énekelt. És a nép. A nép. Hangosan válaszolt. Vagyis milyen akkor az Isten tisztelet? Közös. Mindenki. Az. Interaktív. Hát nem monológ, hanem a nép válaszol. Igaz, egy adott ponton azt mondják, hogy hát ez ilyen az Isten tisztelet, köszönjük szépen. Mózes, folytasd tovább, mi hazamegyünk. Majd te elmondod nekünk, interaktív. Mit mondtatok még, hogy Isten szól. Nagyon fontos, hogy az Isten szava megjelenjen az Isten tiszteletben. Azután mi volt a vége ennek az Isten tiszteletnek a Sínainál? Akkor még éppen nem az elsőnél, de az is benne volt, igen. Mire hívta Isten a népet az Isten tiszteletben? Nem csak beszéd volt. Szövetségre. Szövetségre. Vagyis mivel végződik a nép részéről? Döntés. Nem úgy mentek haza, úgy jöttek. Döntéssel végződik. Igen, ez mind benne volt. Persze ott volt az áldozat vére is, megpecsételte ezt az eseményt, ahogy az új szövetségben az úrvacsora. Köszönöm szépen, az túl elhalványodik. Igen, a Sínai halványodik. Jó, nézzük meg a templomot. Ez erőteljes hatással volt, fekete a templom, a Szent Sátor. Mit látunk itt? Ha Szent Sátorra néztek, mi folyik itt Szent Sátornál? Milyen az Isten tisztelet? Áldozat bemutatása. Mi ez, hogy az áldozat bemutatása? Próbáltok meg ezt műfajban elmondani nekem. Ugye van ének, mint zene, mint műfaj, van vers. Dráma. Nem az, amit mi csinálunk egymással. Dráma. Tudom, hogy ez önmagában hatalmas dráma az egyházban elismerni ezt a műfajt, hogy létezett. De Jézus Krisztust valóságban és személyesen megáldozták a Szent Sátor szolgálatában? A bárány vére megtisztította őket? Nem. Ez volt a jelkép. Akkor ez mi? Drámában megjelenítették a megváltás történetét. Átélték. Miről szólt az egész templomi szolgálat? Isten imádatáról, éjjel és nappal, a tüzet éjjel és nappal égve hagyták, táplálták, minden nap, minden este, minden reggel áldozat. Annyira fontos volt, hogy Izrael államának a GDP 10%-át az imádatra fordították. 10%-át. Nem azt jelentette, hogy voltak lelkészek, akik ebből a pénzből prédikáltak és adminisztráltak. Nem. Egy egész törzs ebből élt,
és köztük nagyon soknak csak annyi volt a feladata, hogy meggyújtotta minden nap a tüzet, vagy tett a tűzre, vagy meggyújtotta a lámpát, vagy olajat cserélt, vagy kis apró feladatok, mert csak az Áron leszármazottjai voltak a papok. A léviták egyébként egyszerű dolgokat végeztek, egy egész törzs élt azért, hogy imádják az Urat. Néhányan csak megfújtak egy kürtöt, másod csak énekeltek egyet, vagy zenéltek, és a nemzet működött. 10%-át az imádatra tették. Ünnepek. Ha általánosságban néznénk az ünnepeket, akkor mit emelnétek ki, mint Isten tiszteleti összetevőt? Ami az ünnepek számára a legfontosabb. Jó van, hát... Valamivel tesztelnem kell, hogy itt vagytok és figyeltek. Egy szóval, ami az ünnep mellé tehetnék. Öröm. Öröm. Egy kivétel volt a nagyengesztelési nap, ami nem az örömről szólt, az elején, de a nagyengesztelési nap, ami bőjtel kezdődik, hatalmas ünneppel végződik. Tehát minden ünnepnek, imádatnak a központi eleme a közös ünnep volt, az öröm volt. Nagyon érdekes, nem tudom, hogyha megfigyelte valaki is Jézus élete című könyv 463. oldalán egy nagyon-nagyon jó magyarázat van, amikor Jézus fölállt és azt mondta, ismét szóla azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Emlékszik valaki, hogy ezt Jézus mikor mondta? Milyen ünnepen mondta? És miért pont ezt mondta azon az ünnepen? Hadd olvassam a magyarázatot. Jézus a templom Ama udvarában szólta ezeket a szavakat, amely különlegesen kapcsolódott a sátoros ünnep szolgálataihoz. Az udvar közepén 7 méltóságost sugárzó oszlop magasodott, ezek hatalmas lámpásokat tartottak. Az esti áldozat után meggyújtották a lámpákat, fényük világított Jeruzsálem felett. Ez a ceremónia az Izraelt a pusztában vezető tűzoszlopra emlékeztette, és előre mutatott a messiás eljövetelére is. Este, amikor a lámpákat meggyújtották, az udvar nagy örvendezés színhelye volt. Őszhajú férfiak, a templom papjai és a nép vezetői egyesültek ünnepi táncban a hangszeres zenére és a léviták énekére. Jeruzsálem kivilágításával a nép kifejezte reményét, hogy a messiás eljön, és a világosságot áraszt Izraelre. Jézus ekkor felállt, és azt mondta, amikor a nép ebben az örömhangulatban volt, azt mondta, hogy nem kellene így örülni, emberek. Ezt nem szereti az Isten. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, fényünnepén, az öröm kifejezésénél, hogy én vagyok a világossága. Vagyis amiről szólnak az ünnepeitek, annak a beteljesítése én vagyok. Nézzetek rám, én vagyok a világ világossága. Az egy más kérdés, hogy annyira fontosak voltak a kellékek, hogy elfelejtették azt, akiről szólt. De az öröm kifejezése, része az Isten tiszteletnek, a bibliai Isten tiszteletnek. Nézzük meg a negyedik összetevőt, a zsinagóga. Miben hozott valami újat? Mondjátok? Felolvasták. Nyilván ez már Jézus idejében. Tekercsek, tehát ismét az ige, az igére nagy hangsúly kerül. Igen. Az ünnepek és a templom kérdése mikor
valósult meg egy évben, háromszor, akkor mentek föl és találkoztak. Mit hozott a zsinagóga? Valami újat? Minden héten. Vagyis mit hozott? Rendszer. Egy rendszert és közösség. Közösséget teremtett. Az imádat része a közösség. Azután, hogy kezelték a gyerekeket? Gondoljunk csak arra, amikor Jézus is 12 éves lett, őt is igaz, akkor a templomba vitték, de a zsinagóga rendszer a nevelés, a Tóra nevelés szempontjából nagyon sokat tett, tehát a nevelés bekerül, mint egy pozitív elem. Hozott valami negatívumot is a zsinagóga rendszer? Milyen negatívumot hozott? Messiás fókusz helyett a szabályok, törvények kerültek a központban. Legfontosabb volt megőrizni a kultúrájukat, fontosabb volt, mint imádni Istent, és az emberi hagyomány őrzése sokkal fontosabb elemmé vált, mint Isten jelenlétének a megünneplése. Nézzük meg azt, hogy miben változott ez a helyzet, amikor jött a zsinagóga rendszer tovább folytatva, menjünk most így tovább, jött az apostoli egyház. Mi változott? Tessék? Ember? Közték azokat a zsinagógában a törvényeket, azokat a 666 szabályt, amit meghoztak ugye a zsidók. Mint olvasunk-e arról, hogy volt egy pontos liturgiai rendjük, amire felesküdtek? Ott a folyóparton ugyanaz volt a liturgia, mint amikor valaki kiesett az ablakon, mert Pál még tovább prédikált, mint én, ahogy szoktam. Vagyis milyen elemet látunk, amit megjelent az Isten tiszteletben? Igen, az megvan, de találunk spontán elemeket, ami itt elképzelhetetlen volt. De itt sem. Pontos előírás. Apostoli egyháznál már találjuk. Mit mond még az új szövetség, hogy mit gyakoroltak, amikor összejöttek Isten tiszteletre? Az együtt imádkozás és az ebéd. Ima. Együtt az evés megjelenik, mert az úrvacsora hogy kezdődött mindig? Közös étkezéssel, és folytatódott az úrvacsorával. Tehát az étkezés, a kenyér megtörése az istentisztelet részévé válik. Azután, tehát hadd mondjam ezt ide, hogy úrvacsora, evés úrvacsora. Még találtok valami elemet, ami az új szövetségnél előfordul? Ott van. Hát az éneket azért ne hagyjuk ki, mert énekeltek is. Így van. Mint következmény, ennek a következménye, felkészülés a szolgálatra. A Justinus Krisztus után 150-ben így írja le az Isten tiszteletet. Igeolvasás, szabadon énekeltek, vagy mondtak imádságokat, spontán és személyes formában. Gyakran felemelt kézzel imádkoztak. Az imákat sokszor elkántálták. Az ige magyarázat után fennállva imádkoztak. Úrvacsora, amelynek fő témája volt a dicséret és hálaadás Isten ajándékáért. Hangos felkiáltásokkal fejezték ki. Mindebből arra következtetünk, hogy a Biblia nem ismeri az egyféle egyetemes uniform istentiszteletet, hanem nagyon is a különbözőség és a sokszínűség jellemzi. Tehát ismételjük el, hogy miben? Exodus történet. Kiemelném azt, hogy interaktív, és azt, hogy döntésre hív. Templomi szolgálat Isten szentségére hívja fel a figyelmet. Hát ha tegyük ezt ide, mert rendkívül fontosnak tartom, majd a következő miatt, tehát Isten szentségének a kiemelése, és Isten tetteinek
a szemléltetése, ami a templomi szolgálatban megjelenik, zsinagógában a közösség, ünnepek pedig az örömöt hozzák elő. Mi változott meg a középkorban? Elindult a kereszténység így, megérkeztünk a középkorba. Mi történt? Csak szemlélő maradt a szemlélő lett a közösség, és nem közösség. Pontosan. Lett a gyülekezetből közönség, a nézők közönsége. Kik lettek a főszereplők? A klérus. Tehát elkülönült a kettő. Igen, tessék? Hát amit én meg különbség látok, hogy, vagy tudom, hogy a zsinagógában, a templomban az előtt nem mehetett be bárki, volt bizonyos helyet, ahol az marad a tanárban, a másik bemehet, a másik... A templomnál, igen, a templomnál volt így. A apostoli, azt hiszem, hogy direkt a... Nem volt kirekesztő. Más nemzeteknek, amelyik nem ismertek. Köszönöm szépen. A középkornál vagyunk. Tehát a középkornál megjelenik a császárkultusz elemei. Képzeljétek el egy középkori helyzetet, a pompás liturgia, a ceremóniák. Nagyon szeretném, ha ezt megjegyezném, csak itt nem akarom ezzel elrontani a táblát, de ez rendkívül fontos mi szempontunkból, ha azt nézzük, hogy a középkor. Megjelenik a pompa, megjelenik a dísz, a nagy templom, az épületre hihetetlen nagy hangsúly kerül, nagyon-nagyon pontosan megtervezett liturgia, mai napig is, bárhol elmész, a világ bármelyik részén, egy misébe be tudsz kapcsolódni, pontosan tudod, hogy mikor kell fölállni, mikor kell leülni, mikor kell amen mondani, mikor kell visszaénekelni, hol kell mondani a hiszek egyet, bárhol, mindenütt, mert a mise eljut egy pontról, egészen az áldozásig, amikor Jézus Krisztust fizikailag és valóságosan feláldozod és elfogyasztod. Ez egy rendkívül jól megszerkesztett liturgia. Elveszi a spontaneitását is, mert kötelezővé is teszik a középkorban. Mi? Így van, nincs így van. Így van. Itt van a nézők, tehát a hívek, azok nézők lettek, és megjelenik a klérus, mint a főszereplő. Mi lesz a Bibliával? Csak latin. Vagyis? Kikerül a nép kezéből. Minek a nép kezébe? Ők csak nézők, majd a klérus. Nem kell értse a nép, az csak bajt jelent, ne forgassa. Majd a klérus magyarázza. Mi lesz az énekléssel? Kik énekelnek a középkorban? Hogy? A klérus és nagyon képzett kórusok. Zeneszerzők mit csinálnak? Ebben az időben műveket írnak. Hogy érzitek? Minőségi zeneművek születnek. Csak azért, hogy ebben az időszakban Istent elkápráztassa a zenei minőség? Igen. Gyönyörűek. Profik írják és profik éneklik. A nép esetleg csak azt, hogy ámen, meg a te lelkeddel is, de igazán, ami nagyon profi, azt a szakemberek csinálják. Nem hiába hangsúlyozom ezt ki. Az eukarisztia nem a megváltás ünnepe, hanem a megváltás eszköze lett. Tehát amikor beveszed, ezzel veszed be a kegyelmet. Tehát azt mondhatjuk, hogy az egész hideg, rideg, formai, külsőséges, ugyanakkor ünnepélyes, nagyon jól tervezett és szakmai, kifogástalan. Ez jön a középkortól.
Nem tudom, ha kezdjük-e érezni, hogy a mi liturgiánk honnan kapja a legtöbb tápanyagot. A középkor. Gondolkozzunk el fölötte. Jön a reformáció. Nyilván minden hatásnak megvan a maga ellenhatása, hogy a zsinagóga rendszerre jött az apostoli egyház, a középkorra jött a reformáció. Mi az, ami megváltozott? Saját nyelvén olvassa mindenki a Bibliát. A Bibliát a reformáció visszaadja az emberek kezébe. Megint központba kerül a Biblia. Mi lesz a zenével? Marad. Tessék? Egyszerű. Bekapcsolódhatnak a nézők is, nem? Azt nem mondanám. Nem, olyan énekeket kezdenek el szeretni. Elkezdett énekelni a nép. Ki hozza a zenét? A zeneszerzők? Luther nem volt zeneszerző, szerzetes volt. Mivel nyerte meg a reformációt? Az erős várunk, ami Istenünkkel. A szakemberek megegyeznek, nem egy, nem két. Forrásban olvastam azt, bár vannak itt, akik nem itt, hanem az országban, akik nagyon nem értenek ezzel együtt, ezzel a szakmai forrással, hogy Luther kiment az emberek közé, és a nép által énekelt zenei motivumokat építette be az erős váram Istenünkkel. Így tanították? Igen. Így tanították. Nem a kórusok éneklik most már, a nép azt, ami az ő zenei nyelve. És ezért most már nem nézők, hanem ők is résztvevők. De még nem teljes a kép. Apró lépéseket jelentett a bibliai modell irányításával. Kezd a dolog izgalmas lenni, mivel így jutunk el a nagyon nagy lépésben a korai advent mozgalomhoz. 1800-as évek közepén. Mi volt a jellemzője ennek az időszaknak? Minden. Tömegek vannak itt is, tömegek vannak itt is. Mi van itt? Biblia. A létszámra gondolok. Kevés. Kis családias közösség. Így indult az advent mozgalom. Mit tudunk erről az időszakról? Milyen elemek voltak itt? Spontán, Isten tiszteleti elemek, és azt írják az egyházatják, hogy izzó légkörű Isten tiszteletek. Arthur White azt írja egyik alkalomról, 28-an voltunk jelen. Szentlélek kitöltését megtapasztaltuk. Mindenki fennállva hangosan dicsérte az Urat. A sírás hangját nem lehetett megkülönböztetni a kiáltások hangjától. Dicsőséges időszak volt. Mindenki felfrissült és megerősödött. Soha nem éltem át ilyen megerősítő időszakot azelőtt. Persze, amikor a Szentlélek megmozgatja a közösséget, akkor mindig megjelenik a hamisítvány. Nagyon érdekes, hogy amikor az egyház liturgiáját féltők előveszik ezeket az írásokat, akkor csak azt hozzák elő mindig, hogy Ellen White mit írt ezekről a hamisítványokról. De például Ellen White gyereke vagy unokáinak a tapasztalatáról, vagy erről szóló írásokat ezzel kapcsolatban nem. De ez spontán volt, izzó volt, családias volt, felfrissítő volt, megjelent a hamisítvány. Ellen White figyelmeztet arra, hogy ne engedjék, hogy ez a kis mozgalmat az érzelmek dominanciája teljesen bekebelezze, hogy az extázis elsöpörje ezt a közösséget. Tehát ez rendben volt, de azt mondja, hogy az extázis, ami a karizmatikus mozgalmaktól jön, az nincs rendben. Tehát addig nem szabad elmenni. Egyensúlyra szólít fel, és ennek érdekében azt mondja, hogy ige központú Isten tiszteletek legyenek. Mi a helyzet a drámával? A korai adventizmusban.
Van, vagy nincs? Itt volt? Mi a helyzet itt? Tanít erről Ellen White valamit. Nem igaz, hogy nem tudjuk fölmondani a leckét. Óvakodni kell tőle, mint a bűntől, mert szimpadiasság, millió idézet van Ellen White írásaiból, mert azt mondja, hogy a szimpadiasság az nem lehet jelent a gyülekezeteinkben. Hallottatok erről? Bizony. Így van. Tehát ha Melinda kiáll valamit, és tesz két mozdulatot erre meg arra, akkor én felolvasom neki, amit Ellen White mondott a szimpadiasságról. Most már csak azt kell eldönteni, azt az egy kis lépést, hogy ő mit értett a szimpadias alatt. Mert hogy én kire olvasom, kinek a fejére olvasom, az az én értelmezésem. De ő mit értett az alatt? Én egyszer utána néztem annyira, hogy megnéztem minden előfordulást ennek a szimpadia szónak, összes előfordulását a környezetével együtt, szövegkörnyezetével együtt. Ami számomra teljesen döbbenet volt felfedezni azt, hogy Ellen White nem arra alkalmazta, amire mi. Ugyanis akkor, mivel kis létszámú volt az egyház, nem voltak profi kórusaik, nem voltak előadóik. Ezért az evangelizációk sikeréhez úgy gondolták, hogy nem lehet csak úgy kiállni, hanem hozni kell profikat. Felbéreltek, fizettek kórusokat, profi kórusokat, és profi előadókat, színészeket. Ellen White nagyon ellene volt. Mert ezek az emberek mit csináltak? Hit nélkül előadtak valamit, ami mögött nem volt semmilyen lelki tartalom. Azt mondja, hogy ez színház. Színház, amikor valami olyat csinálsz, ami mögött nincs hit és meggyőződés. Egyébként 1888 karácsonyán, Battle Creekben, Ellen White elmegy a gyülekezetben a karácsonyi ünnepségben, ünnepség alatt, és másnap hajnalban 3 órakor föl kell, és ezek után ír a gyülekezetnek. Nyilván valami nagyon nyugtalanította, hogy ő hajnali 3 órakor fölébredt. Ezen a karácsonyi alkalmon a gyerekek jelmezekbe öltöztek, előadták a karácsonyi történetet, most így mondom, hogy karácsonyi történet, a mai világi a szóhasználattal, de hát a betlehemi történetet, és az ő unokája az egyik angyalt jelenítette meg, olyan volt az öltözete és szárnyakkal. Most mire gondolunk, hogy másnap hajnalban vajon milyen üzenetet írt ő ezek után a gyülekezetnek? Ellene. Tessék? Biztosan ellene. Biztosan ellene volt. Így van, biztosan ellene volt. Hát megdöbbenünk, ha utána nézzünk, hogy nem volt ellene. Pont azt mondja, hogy micsoda nagyszerű, felemelő dráma volt, amit a gyerekek előadtak, és azt írja, és ebben megfeddi a gyülekezetet, hogy milyen kár, hogy az ige hirdetés nem volt összhangba a gyerekek üzenetével, milyen kár, hogy az énekek nem voltak összhangba a gyerekek üzenetével, nem volt összehangolva, nem volt megtervezve, ez arról szólt, amiről kellett, és minden egyéb másról. És de jó lett volna, hogyha összhangba hozzák az Isten tiszteletet azzal, amit a gyerekek mutatnak. Hallottatok elmúlt x-10 évben erről? Nem? Miért nem? Mert a mi vallásos kultúránk, ami erre épül, vagy a szüleink, vagy a nagyszüleink innen jönnek. 10 adventistából 9 innen jön. Ebbe nekünk nem fér bele. Nekünk sokkal fontosabb, hogy az ünnepélyesség, szakmaiság és a formaiság legyen meg, mintsem a korai adventizmusnak
ezek az elemei. Korai adventizmus után 1900 és 1980-as évek között jó, köszönöm. 1900 és 1980 között mi történik? Megfogadtuk. Gazdasági válság, két világháború, iparosodás, urbanizáció megtette a maga hatását. Ez a nemzedék kimért lett, körültekintő, gyanakvó, és megjelent egy nagyon fontos szó. Tudja valaki folytatni? A konzerv. Konzervatív. Miről szól? Őrizzük meg az egyház hagyományait. Minél hívebben. Ez lett a fő kérdés. Mindent megszerveztünk. Mindent leszabályoztunk. Mindenre írtunk egy kézikönyvet. És ha jellemezni kell ennek az időszaknak az Isten tiszteletei, akkor azt mondjuk, hogy ez a rutin, a tradíció és a liturgia az első helyen. Kevésbé részvételpárti, a kiválasztottak magyarázhatják csak az igét, tagság egyszerűen nem jut oda, kórusok énekelnek, megjelennek a szólisták, és ami nekem rendkívül érdekes, az énekek nem az Úrhoz szólnak, hanem az Úrról. Nézzétek meg ennek a korszaknak az írott énekeit. Istenről szólnak az énekek, és nem az Istenhez szólnak az énekek. Óriási különbség van a kettő között. A lélek megnyilvánulásai gyanúsak, a dicsőítés, a spontán elemek az ördögi mozgalmak jellemzőiként vonultak be a köztudatba. Találkozhattok mai napig is olyan gyülekezetekkel, akik ezt a korszakot skanzenként őrzik. Mai napig. Ugyanezzel a felhangokkal. 80-as évektől már, akik még erre vissza tudnak emlékezni, világegyház életében fordulat állt be. Ez az audiovizuális forradalom, a multimédia hatalma. Ez a nemzedék elkezdett lázadni a konzerv ellen, a rutin ellen. Megjelenik a függetlenség, a szabadság eszménye megerősödik, fontossá válik a tapasztalat. Az én személyem kerül a középpontba, hogy jól érezzem magam, nagyot nyit a világ fele, a zenének a jelentősége nő, és eljönnek az Úrnak szóló énekek. Kevésbé az Úrról, inkább az Úrnak. A hangulat közvetlen, eddig mind jó, de ennek van mellékhajtása, sokszor közönséges és hanyag. Az istentisztelet személyes hangvételű, ugyanakkor gyakran hiányzik a mélysége. Isten szentségének az átélése ebben a korszakban inkább kapcsolódik egyfajta konzervhatáshoz, és inkább egyfajta személyes tapasztalat és átélés lesz a lényege. Az ige pedig sokszor nagyon sekélyes szerephez jut. Most ennyi a nagyon rövid dióhéjban ez a történelmi áttekintés. Most tegyük fel a kérdést, hogy mind ezeket ismerve, hogyan tovább? Mit tegyünk a jelenlegi helyzetben? Egy nemzedék mai napig is féltve őrzi a hagyományos adventista értékeket. Egy nemzedék mindent megtesz, hogy meg tudjuk őrizni, nyilván nem ezeket az elemeket, hanem legalább az 1900 éveknek a
hagyományait és a formai elemeit valahogy meg tudjuk menteni. És minél kevésbé valósul meg a lelki életnek a megújulása, úgy tűnik, hogy annál inkább ragaszkodunk ezekhez a formai elemekhez. Mert úgy érezzük, hogy ha a lélek nem tud felfrissíteni minket, akkor legalább visszatérve ezekhez a formákhoz, legalább meg lehet az az illúziónk, hogy a helyes úton járunk. Ugyanakkor ez már a 21. század, ahol két arcú lett a keresztény ember. Van egy hétköznapi énje, van egy magánélete, van egy üzleti szférája, amiben olyan, amilyennek lenni kell, egy normális mai embernek. És minél inkább ez lazára sikeredik, már pedig könnyen lazára sikeredik, annál fontosabbá válik a hétnek egy napján bevonulni egy múzeumba, és ezzel kompenzálni, ezzel a merevséggel azt a lazaságot, amit minden gond nélkül megengedünk magunknak a hétköznapokban. Erkölcsi lazaság és konzerv liturgia. Ez egy nagyszerű házasság. Ami úgy tűnik, hogy segít kikerülni azokat a lényegi változásokat, amire szükségünk van. Másrészt ott van egy fiatal nemzedék. Annak is az a része, amelyik nem az anyatejjel szívta be az adventista tradíciókat, amelyik lázad a hideg formai liturgia ellen, a közvetlen nyitott légkörre vágyik, személyes átélést hangsúlyoz, a zenében keresi az érzelmeket is, szeretné átélni Isten közelségét, mindezt mai formákkal, bensőséges hangulattal, családias légkörben akarja megtapasztalni, és néha ez a két generáció, néha ez a két irányzat egymással összeugrik, és az áldás innen is, onnan is elszáll. Nézzük meg, mi a gond az elsővel. Miközben helyesen szeretné a világ befolyásától távol tartani az egyházat, szabályokkal, külső formákkal, liturgiával akar harcolni a világ befolyása ellen. De a világ befolyása nem a formákon keresztül jön elsősorban, hanem egy trójai falon keresztül jön be az egyházba. Rá tudnátok mutatni a trójai falóra, ami szívünk hozza be a világ befolyását. Nem az, hogy állva vagy ülve éneklünk, hanem az a lelkület, amit mi behozunk a lelkünkbe. A belső változást nem lehet helyettesíteni a formák őrzésével. Jézus korában is megkísérelték a farizeusok, soha senki nem őrizte jobban a liturgiát, mint ők, nem követte a törvényt, a parancsolatokat jobban, mint ők, nem imádkoztak többet soha vallásos vezetők, mint ők, mégis amikor Jézus nyíltan beszélt róluk, azt mondta, hogy meszelt sírok vagytok. Mert az intézmény őrzése soha nem fogja helyettesíteni a megújult életet Krisztusban. Mert az egyház nem egy tárgy, amit őrizni kell, amit konzerválni kell, hanem az egyház Krisztus menyasszonya, ami él, növekszik és változik a kegyelemben. Nem tárgy, hanem egy élő személy. A másik nemzedékkel is van problémánk. Ez a lazaságba süllyedhet. Mert a formák formai változásával néha az értékek is elsekélyesednek. És miközben nagyon nagy hangsúly kerül arra, hogy legyen személyes átélés, ne legyünk ridegek és formaiak, közben ez a generáció elveszíti az adventista identitását, elveszíti a küldetését, elveszíti Isten szentségének az átélését és a felismerését. Mindegyikben
ott van a veszély. Merre tovább? 21. századi gyülekezet, Zugló, merre tovább? Vajon lehet-e az Isten tisztelet? Egyszerre személyes, egy baráttal való találkozás tapasztalata, ugyanakkor Isten szentségének a megtapasztalása is. Lehet-e egyszerre spontán tapasztalati elemekkel telve, ugyanakkor mégis megtervezett és gondosan előkészített? Lehet-e úgy megőrizni a tapasztalat jellegét, vagy a közvetlenségét, hogy közben megőrizzük az identitásunkat? Nincs attól fárasztóbb, mint gyakorolni az imádat elemeit, anélkül, hogy találkoznánk az Istennel. Ez körülbelül olyan, mint szerelem nélkül valakivel úgy viselkedni, mintha szerelmesek lennénk. Próbálja ki valaki. Attól rosszabb érzés, attól nehezebb dolog nincs eljátszani, hogy mi szeretünk valakit. De ha szeretünk valakit, nem kell előírni minden pontot, hanem egyszerűen az jön. Én úgy gondolom, hogy Istennel való találkozás az egésznek az alapja, amire épülhet a mi imádatunk. Mit tehetünk mi? Kezdjük ott, ahol közös talajon állunk. Én azt hiszem, hogy jó, hogyha visszahozzuk Isten szentségének a tapasztalatát. Ami talán minden nemzedék életében fontos lehet és elfogadható lehet. Emeljük fel az Istent, az Isten tiszteletet. Azután lépjünk tovább. A választ ne kényszerítsük. Nem mindig jó az, amikor minden mozdulatot előírnak nekünk. Jártam olyan helyen, amikor azt mondták, hogy akkor na most mindenki emelje föl a kezét. Most miért emeljem föl a kezemet, mert te mondtad, vagy mert az én szívem annyira tele van hálával, hogy már így tudom kifejezni. Vagy pedig, nem tudom most milyen példát mondjak, ha most tapssal fejezzük ki az örömünket. Miért? Ha az én szívem még nincs tele örömmel, miért kell mindenkinek azt ugyanúgy csinálni, csak azért, mert ezt megmondják? Azután a testet is bele kell vinni, lehessen felállni, leborulni, ülve és állva is. Tehát az Isten tisztelet külső jegyeit is merjük hordozni. Van olyan gyülekezet, ami azt hangsúlyozza, hogy csak leborulva lehet imádkozni. Vagy csak bizonyos testtartást jelent az Isten tiszteletet. Én azt gondolom, a bibliai példákból indulunk ki, hogy mindenféle formában, de a testünkkel is kifejezzük Isten tiszteletét. Legyen jelen a hódolat és a dicséret. Legyen jelen a bűnbánat és az öröm. Ha zenére kerül a sor pedig, nem hiszek egyik zenei irányzatnak a mindenhatóságában sem. Nem hiszek abban, hogy csak azok az énekek dicsőítik Istent, amit ekkor írtak. Vagy esetleg a reformáció idején. És nem hiszek abban, hogy csak azok az énekek dicsőítik az Istent, amit 1980 után írtak. Ezért az a gyülekezet bölcs, ahol van ilyen is, van olyan is. Ahol minden generáció valamilyen módon hozzá tud kapcsolódni és kötődni Isten dicsőítéséhez. A közvetlenség nem jelent hanyagságot, profán viselkedést. Attól, hogy spontán, attól még legyen szervezett. Nem hiszek abban, hogy az Isten tisztelet az lehet, aminek lenni kell, ha előtte 5 perccel, vagy előtte 10 perccel összedobáljuk a hozzávalóit. Azt mondjuk, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, akkor légy szíves, ugorj be imádkozni. Nem, valószínűleg egy héttel előtte legalább tudnom kell, és erre készülni kell. Kinek van verse, kinek van éneke? Nem, ha egy héttel előtte nem tudod, nem tudtál ráhangolódni, akkor nem lesz se ének, sem vers. Londonban láttam ezt a jelenetet, az egyik gyülekezetben,
világváros, sokat turista, adventista turista is, egy elég profi kis együttes, adventista együttes jelent meg a gyülekezetbe. Oda mentek a lelkészhez, és azt mondták, hogy szeretnének szolgálni, egy éneket elénekelni. A lelkész azt mondta, hogy az én liturgiai tímem egy hete gyakorol erre a szombatra. Ilyenkor már nem tudunk beletenni elemeket, de ha most szóltok, a következő héten bele tudjuk építeni. Tessék? És a spontaneitás? Az, ami a szervezett kereteken belül. Tehát te tudod, hogy mint liturgia vezető, ebben spontán lehetőséget adsz a tapasztalatok elmondásának, vagy az imádságnak, de nem abban, hogy most a hálaadással kezdjük, de valakinek eszébe jut, ó, nekem van egy versem a bűnbánatról. Nem, hanem ebben a szakaszban vagyunk, a gyülekezetet végigvisszük a hálaadástól, Isten dicsőítésén át, bűnbánat elfogadásán keresztül egészen Isten felemeléséig. Bevonni a gyülekezetet, nézők helyett szereplők, és legyen tapasztalat, nem pedig program. Legyen összhang, a témához hozzá tudjuk kötni mindazt, ami egy ilyen alkalommal történik, hogy úgy menjünk el, mint akiket Isten meg tudott szólítani. Egy csomó kérdés marad a hogyannal kapcsolatosan, amire nem biztos, hogy tudjuk a választ, és amire várom, hogy majd abból, amit most találtatok, vagy leírtatok, vagy gondoltatok, végig tudjuk beszélni, hogy miben vihetjük ezt úgy tovább, hogy itt Zuglóban ezeket Isten tiszteletnek, ezeket az elemeit, amit itt találunk, tehát ez a bibliai rész, ez benne legyen. Attól függetlenül, hogy a különböző korokban ezt hogy alkalmazták. Hogyan tudjuk ma, a 21. században, Zuglóban megélni azt, hogy együtt, hogy interaktív, megszólaljon az Isten, döntésre késztessen, szemléltessük, gyerekeknek is, nagyobbaknak is, Isten szentségének a felemelése helyet kapjon, megjelenjen az öröm az Isten tiszteleteinkben, közösség, ige, nevelés, legyenek spontán elemei, étkezés, ének a megfelelő helyen. Hogy tudjuk ezt olyanná tenni, gyakorlativá tenni, hogy ezek mind ott legyenek? A Jóisten ebben adjon bölcsességet, erőt, és erről fogunk beszélgetni nem sokára.